Újabb francia megyékben vezetnek be korlátozásokat szombattól a fertőzések magas száma miatt. 23 millió embert érintenek már a kormány megyénként bevezetett intézkedései. Ott lépnek életbe járványlassító intézkedések, ahol 100 ezer főre 400 megbetegedés jut. Az Egyesült Királyságban a javuló járványügyi adatok miatt mindenki a korlátozások feloldását várja. A pubok tulajdonosai aggódnak, mert attól tartanak, hogy csak oltási igazolással engedhetnek vendéget a bárokba. Koronavírusos betegeket szállítanak át Franciaország egyik részéből a másikba. Az ország megyeiben eltérő a fertőzés mértéke, így a kevésbé leterhelt kórházak segítenek azokon az intézményeken, amelyek már elérték a kapacitásuk felső határát. Most az északi régióból a nyugatiba, Bretagne-ba szállítottak betegeket. Már 80 beteget fogadtunk az ország más részeiről. Innen szerencsére senkit sem kellett elszállítani. A térségben a járvány alatt végig az országos átlaghoz képest kevesebb volt a beteg, mondta a sürgősségi osztály vezetője. Közben a francia kormány szombattól három újabb megyére terjeszteti ki a korlátozó intézkedéseket. 16 megyében már egy hete érvénybe léptek ezek az intézkedések. A fertőzés mértéke riasztóan magas, a járvány hatalmas nyomás alatt tartja a kórházakat, indokolta az intézkedést a francia egészségügyi miniszter, hozzátéve a leterheltség tovább fog nőni a következő napokban. A korlátozások 4 hétig lesznek érvényben, és ott vezetik be, ahol 100 ezer főre több mint 400 fertőzött jut. A kormány az otthoni munkavégzést ajánlja. A lakóhelyet időkorlát nélkül el lehet hagyni, de csak 10 kilométeres körzetben. A megyék közötti közlekedés tilos, kivételt csak a halaszthatatlan ügyek jelentenek. És csak az alapvető árucikkeket árusító üzletek nyithatnak ki. Egyelőre csak székek vannak az asztalokon az egyik londoni pubban. A kormány ugyanazt tervezi, hogyha a járványügyi adatok lehetővé teszik, június 21-ére az összes korlátozást feloldják. A bártulajdonosok mégis attól tartanak, hogy teljes kapacitással azután sem dolgozhatnak. Mint mondják, félő, hogy csak azok léphetnek majd be a pubokba, akik igazolni tudják, hogy megkapták a koronavírus elleni oltást. Nem akarunk újabb terheket felvállalni. Azért alkalmazni embereket, hogy az ajtónál ellenőrizzék az igazolásokat, és elbírálják, ki jöhet be és ki nem. Szeretnénk, ha normálisan működhetnék, mondta egy pub tulajdonosa. A londoni parlament csütörtökön újabb fél évre meghosszabbította annak a törvénynek a hatályát, amely rendkívüli intézkedésekre hatalmazza fel a kormányt a járvány megfékezése érdekében. A törvény lehetővé teszi egyebek mellett a turisztikai célú utazások megtiltását, valamint előírja, hogy a külföldről Angliába érkezőknek 2 koronavírus tesztet kell elvégeztetniük, és 10 napos karanténba kell vonulniuk. Az országban eközben egyre kevesebb a megbetegedés és csökkent a halálozások száma is. Az egészségügyi hatóságok szerint már egyértelműen látszik az oltások hatása. Eddig 29 millióan kapták meg a vakcina első dózisát.